Hát sziasztok! Kezdjük azzal, hogy nem biztos, hogy ebben a videóban annyira ott leszünk a toppon, mert ezt a felvételt most indítjuk el körülbelül negyedszer, és hát olyan hibákat vétettünk eddig, amit hát nem is tudom, általános iskolai tanulók nem vétettek volna. Lehet, hogy ebből majd csinálunk egy ilyen szilveszteri adást, mert komolyan katasztrófa volt, de ez mindegy, ez csak egy ilyen technikai dolog, mert most egyébként az Alágerszeg következik, aki kell kapcsolatban. Józsinak van két emléke. Van egy pozitív és egy negatív emlékem. Én sok emlékem van, de ez a kettő talán a legemlékezetesebb. Az egyik a, kezdjük a rosszabbikkal, az ez. Ilyen nincsen. Én nem hiszem el, hogy valaki felvesz ezt a rohadt zetemest, és ezt tudja hozni. És azt kell hallgatnom, hogy így lent vagy, meg úgy lent vagy, és azokat az edzőkollégákat, akik innen elzavartak, meg a nem tudom mi volt, ezt nem akarom hallani. Ezt nem akarom hallani. De ezt a csapatomtól se várom el. De nem lehet egy bajnoki mérkőzéssel 6-7-et cserélni, vagy meghúzkodni utána egy nem tudom mi, egy busszal, vagy egy kamionnal a főutcán, hogy tudja, hogy mi van. A jobbik pedig, amire talán többen emlékeznek, az ez. El is indult most az a három perc. Szamosi kér keresztlabdán. Szamosi! Ne kéne adni jól! A tájtet! Gól! Kaplára nincs! 1-0 a 91. percben! Többet, mint feltámadás! Manchester Unitednek. Phil Neville egyetlen-egyet hibázik, Szamosi elbobog. Ugyanannyi az eredmény, mint a Zagreb ellen. De hogy nem kell hosszabbítani, hogy ne kéne, most kellett újni. Csodálatos, csodálatos. Neville elszámolja magát, Neville a szél is becsapja. Úgy tűnik hosszolata, nem. Szamosi élesen középre. Koplárovics pedig érkezik. És hozzá tartozik, hogy Koplárovics Bélának full respect, bár nem váltotta be hozzá fűzött reményeket, de ezen a mérkőzésen is ez elvitathatatlan a gólja, és ezért ez egy történelmi tett volt, bár akármi is történt ezek után. Mondhatják neki azt, hogy volt egy mérkőzése, igen, de a Manchesternek rúgta a gólt. Hát így van. De nem sok ilyen magyar játékos van. Hát de hol kezdje az ember, nem? Hát az, hogy nem volt nagyon folytatás, ez egy más kérdés, de a kezdés az igen jó volt. Nem gúnyolódunk tovább, és sőt, eddig sem gúnyolódtunk, csak próbáltuk egy kicsit vidámabbra venni a dolgot, ha már ennyiszer föl kellett vennünk ezt. Na, tehát nézzük az Alágerszeg honlapját. Még egy kitétel, amit fontos elmondani, abban, hogy milyen sorrendet tartottunk itt a csapatok között, ki után következett, semmi tudatosság nem volt, hanem teljesen ötletszerű volt. Úgy gondoltuk, hogy nem különböztetünk meg senkit egy ilyen sorrendiséggel. Talán ott az első két-három csapatnál volt ilyen, de aztán tényleg abszolút az ez dobta a gép kategóriába mozogtunk tovább, úgyhogy nézzük a Alágerszeg honlapját. Mint láthatjátok, kék-fehér színekben pompázik, ide mindjárt egy érdekesség. Igen. Ugye az Alágerszegnek is sok színváltoztatása volt. A legelső 1912-es úgymond ilyen megalapításkor, ami nem hivatalos, fekete-fehér szint választották, aztán későbbiekben az 1920-as teljesen hivatalos, ha bár az sem volt teljesen hivatalos, mert nagyon érdekes, többször elvették a pályáját, és nem volt alapszabálya. Igen, valamiért nem gyártottak alapszabályt, hogy ennek mi lehetett az oka. Gentleman agreement. Igen, az, aki esetleg tudja, az írja meg nekünk, nagyon szívesen veszük ezt az információt, de ezzel hosszú évekig, de higgyétek el, évtizedekig problémák voltak ezzel az alapszabállyal, hogy ennek mi lehetett az oka, tényleg nem tudjuk. Egyébként az 1912-es alapítás és a választott színek, mert akkor ugye fekete-fehér volt, fekete-fehér, az igen. Nagyon érdekes, mert hogyha jól emlékszem, az Ózdi Kohász is 1912-ben alakult, és fekete-fehér színekkel, bár ők megtartották, hogyha én jól sejtem, de hogy mindegy, lehet, hogy akkor 12-ben ez a fekete-fehér ez valamiért bejátszott. Nem tudjuk ennek sem az okát, ez lehet, hogy csak egy véletlen egybeesés. De nézzük a honlapot, amiről egyből kiderül, hogy nagyon büszkék a stadionjukra. Igen, lehetnek is. Szívemnek kedves, ugye az Alágerszeg és a Ferencváros szurkolói közel állnak egymáshoz. Nem úgy, ahogy az újpestiek gondolják, hanem egyszerűen a szurkolói barátság. Kíváncsi voltam, hogy hogy hozott ki ebből a Fradit, mert mindig az jön ki belőle.
Jó, oké. Tehát maradjunk annyiban, hogy ugye kék-fehér színekben pompázik. Hát nézzünk le a legutolsó mérkőzésük. Na, akkor a szempontjaink ugye a klubstílus, nem, klubfilozófia, identitás és a játéstílus megjelenítődik-e a Zalaegerszeg a honlapján? Igen. Egyébként maga a címerük, ami egy ilyen meccszászlóra emlékeztet engem, amit át szoktak adni egymásnak, nekem például ez tetszik. Nem tudom, hogy ez mióta van. Egyszerű, amit szoktak mondani mostanság, hogy hát például Juvénál az volt ugye az egyik ilyen magyarázat, hogy miért változott meg ugye a címer, mert olyan egyszerű, olyan jó közölhető és nagyon sok formában előállítható, ezért ugye különböző termékeken és reklámokban nagyon jó használható. Tehát marketingben valószínűleg az Zalaegerszeg 100 évvel a Juventus előtt jár. Így is le lehetne sarkítani ezt. Mert én egyébként úgy emlékszem, hogy ez már régóta van nekik, tehát ez nem egy új keletű dolog, hogy így néz ki, és nekem kifejezetten tetszik. Igen, azt mondja, hogy természetesen a hírek vannak legelől. Örvendetes, hogy nem tolják az ember arcába bele a szponzorokat és a szponzorok által árult termékeket. De vannak szponzorok? Valahol azért láttunk ilyeneket? Várjál. Egyébként van olyan külön ponton, hogy támogatók, az sem egy rossz megoldás. Tehát itt azt látom, hogy elsősorban, tehát a honlap azt tükrözi, nem elsősorban a támogató kiszolgálása a cél, hanem az információ igen. átadása, tehát ebből ez már egy ilyen fél jó pont. Az is nagyon tetszik nekem, hogy a kék árnyalatát, tehát a kék színnek egy bizonyos árnyalatának a különböző erősségeit használják, és ezek a kékek jól illenek egymáshoz. Nem azonos mindenütt, hanem különböző mélységben ábrázolják ugyanazokat a színeket, és ezzel a stadion is megegyezik, vagy olyan jól van utómunkával az összes kép, hogy ez visszatükröződik a honlapon. Ez jó pont. Tehát akár még a Mila Jovovics is lehetne egy reklámarc a Kék Lagunából. Hú, mondjuk ez erős volt, hagyjuk. Okay. Na nézzük azt, hogy a vezetőedző Dobos Barna, és hoppá, tisztelt szurkolóim, vagy tisztelt szurkolónk, köszöntöm a ZTFC hivatalos honlapján. A köszöntő elolvasása. Olvasok csak. Na, ez fontos, figyelj. Elnök úrnak a beköszönője? Igen. Egyébként az elnök úrral kapcsolatban nekem, amit én olvastam tőle róla, még ott biztos rá kell klikkelni egyszer, nekem olyan nagyon vegyes érzelmeim vannak vele kapcsolatban, meg emlékeim, hogy sokat harcolt a szurkolókkal, mert azok nem voltak elégedettek, akkor most mégis bebizonyította, hogy fel tudnak kerülni az NB1-ben, most nem tudom mi a helyzet, de időnként mondott nagyon meredek dolgokat, és soha nem tudtam, hogy most én, ha zalaegerszegi szurkoló lennék, most egyetértenék vele, vagy nagyon harcolnék vele, mert egy általában elég sarkos véleményeket fogalmazott meg, és az én tájékozatlanságom, hogy ezt nem tudtam elhelyezni. Digi Sporton is volt, megmondom őszintén, tehát most nem ismerve az urat, most visszalépek a fő oldalra, ezt a fényképet megnézi az ember. Jó, igen. Tehát a bárányok hallgatnak címszerepét, eljátszhatná végából. Nem gúnyolódásból mondom, nem. Lehetne egy előnyösebb kép. Egyébként szerintem ő, amilyen valójában, ahhoz képest ez nem jó ez a kép, igen, sajnos. Igen, ez így nagyon-nagyon. De bárom. Azt azért hozzá kell tenni, hogy itt, bár nagyon sok mindent nem ír, és nem is baj, hogy nem ír sok mindent, de köszönti a szurkolókat, és azzal fejezi be, hogy szeressék csapatukat, biztassák a fiúkat. És itt például ugye elmondta azt, hogy 7 év NB2-es tagság, és mégis sikerült, stb. És én ahogy látom, nem. Hinni kell az álmainkban, nem szabad. Igen. Erről az útról bárki letincsen, akkor sem. Ha bizony ez az út időként nagyon nehéz is tudani. Tetszik. És azt mondom, hogy sok klubtulajdonos vagy vezető nem hagyta volna ki azt, hogy meg ne említse, hogy egyébként ti hülye szurkolók nem hittetek benne, és hogy a kutya úristenik neki. Nem, itt nincs olyan, ez tök korrekt szerintem. És sokan bolondnak tartanak, hogy már az Európa Ligáról álmodom, de nem baj ez. Miért egy tulajdonos? Ha egy tulajdonos komolyan gondolkodik a klubjáról, hát akkor minimum az, hogy a nemzetközi szintről álmodik az ő csapat oda. Meg már csak azért is, mert voltak már ott.
Igen, mint az említett Kopárovics. Igen. És jó. Előtte is. Jó, most egy kicsit állj. Én azt látom, hogy igen, ez a tulajdonosi köszöntő, ez nagyon a, nagyon a helyén van, és szerintem egy fontos dolog. De nézzük tovább. Nyitólapot láttuk, nézzük meg, hogy a klub alatt mit értenek. Pályarendszabály, ZTL galéria, kezdirúgás ajándékban, klubvezetés és általános információ. Egyébként nézzük meg a klubvezetés, én arra is kíváncsi vagyok, hogy ott tényleg... Na ez már egy jobb kép a végáborra, ez nekem, ez már sokkal jobb, nem akarom őt megsérteni, és ezt tök pozitívan mondom, 70-es évek pornósztárja. Nem? Én inkább nem alkotok véleményt. Nem, de nem, most tényleg ez tényleg nagyon rossz májú megjegyzés. Nem, én azt gondolom, hogy ez már sokkal jobb ez a kép, és akkor nézzük, itt van Salló István úr, akit mi sokat ekésztünk, de valamit el kell mondanunk őszintén. Lehet őt sokat ekézni, lehet vele egyet nem érteni, lehet a markáns véleményért őt megtalálni. Ugyanakkor lássuk be, a csapat ott van az NB1-be, és megcsinálták. Hát ezek tények, és ezek makas dolgok. Hát megmondom őszintén, van bennem egy ellenszenv Sallóival kapcsolatban. Az egyik kedvenc klubom, ugye az a Legeszeg, el is mondtam az elején, számomra érthetetlen módon küldték el a Nagy Tamást, aki ráadásul, tehát ugyanúgy sikeres volt a klubbal, tehát nem tudom, tehát nem értem, tehát hogy Sallói eddigi működésével kapcsolatban megmondom őszintén, nagyon rosszak a tapasztalat, hogy más, tehát azt, amit más kluboknál csinált, hogy az eleinte a fellendülés, majd pedig a kiesésnek a réme, az anyagi kilátástalanság a végén. Nagyon remélem, hogy ez a Legeszegnél nem ezt futja be, és eddig csak a sorsnak az összejátszása volt az, hogy mindig ő került oda ebbe a helyzetbe, de megmondom őszintén, vannak olyan megnyilvánulásai, amit azt mondom, hogy egy NB1-es klubnak a sportvezetője nem tehet meg. Tehát nem titulálhatja magát Izrael istenének és a többi. Igen, tehát jó. Ez igen. Annyira... Ugyanakkor, amikor kritikát fogalmaz meg a magyar labdarúgással kapcsolatban, és sarkos véleményt azzal kapcsolatban, hogy kellene, ahogy most nincsen, azok egyébként megállnak. Lehet, hogy ezeket a sallangokat, hogyha így ledobná, akkor sokkal inkább, kevésbé lenne megosztó. Igen, és a másik az, hogy ahogy az Zalaegerszeg szurkolóiról is beszélt, megmondom őszintén, kinyílt a bicska zsebembe. Igen, volt olyan megnyilvánulása, ami én nem is tudom, hogy tudod Zalaegerszeg utcáin járkálni. Hát, mindegy, ezt nem tudjuk. Én pont ez volt, nekem is ugye a vezetőség, és magával ugye a tulajdonos úrral kapcsolatban is, hogy nagyon láttam ilyen szélsőségesen, ilyen, most idézőjelben mondom, ilyen szurkolóellenes dolgokat, meg most azt látom, hogy viszont van egy szurkoló köszönöm, menjünk az utánpótláshoz, nézzük meg, hogy ott mit találunk, ugye mert ezért fontos az utánpótlást mindig megnézni, mert a double pass jelentése elsősorban az utánpótlás csapatok esetében hiányolta ugye az identitás stílusra vonatkozó leírásokat, megegyezve azt, hogy természetesen a felnőtt csapat identitása, stílusa, stb. Az meghatározza egyben az utánpótlást is, tehát ennek azért meccselnie kell. Itt most ilyet nem nagyon látunk. Viszont ami az ahhoz vezető, az identitáshoz, illetve a klubnak a szerethetősége egyik ilyen, amikor ugye ma egy marketing fogás lokál hírót kell teremteni. Igen, azt úgy látom, hogy igen. És azért van itt olyan, hogy 7 játékosa. Német Ervin, aki nem lehet több 15 évesnél. Igen, ránézésre. Igen, és a Szökrönyös Zoltán. Igen. Az a lényeg, hogy kezd... Valami alakul itt, és még egy dolog, van itt egy olyan oldalt, egy sávban, hogy letöltések. Induló 1, induló 2, armada dal. Nem, megmondom őszintén, nem merjük elindítani, nehogy lett így van, de ez is például egy nagyon pozitív dolog, mert ez megint a szurkolókhoz szól. Jó, nekem piros pontos ezek a dolgok mindenféleképpen, és nyilván ez egy ilyen szurkolóidal, én nem vagyok nagy tudora és ismerője az Zalaegerszegi szurkolódaloknak, de általában a szurkolóidalok elég komoly identitás közvetítők,
Bár még akkor is, hogyha van egy pár olyan, ami egyébként elsőre bugyutának vagy tartalmatlannak tűnik, mert lehet, hogy sok esetben olyan, hogy ahhoz ismerni kell a klubot. Vagy pedig szájbarágósan közli a klubról kialakított összvéleményt, ami igen. Nincs ezekkel baj. Nincs, a social media 14 ezer lájkkal, egy ismerős lájkolta. Igen. Nem tudom. Egy fradista pirosban, nem mindegy, szóval tök fura ez. Egy kék-fehér oldalt lájkol, úristen, mi van itt? Na és nézd meg, azért a gyerekekkel látod, utánpótlás csapatai hétvégi mérkőzései, hát ők ilyen bozsik programosok szerintem, akiket ott látunk nagyságrendileg. 8-9. Igen, de na, zseniális, jó, ez nekem tetszik. És 1-től 50-ig és 150-ig vissza tudjuk nézni, alapos. Azt kell, hogy mondjam, hogy... És nem az MLS-nek az adott bázisát dobja be, várja? Nézzük meg. De szerintem csak egy próbaképp legyen. Biztos vagyok benne. Nem, saját weboldal. Igen. És nagyon letisztult formák. Igen, nekem egyébként egy pozitív dolog, nagyon ez eddig, persze igazából egy az egyben, amit kerestünk, még nem találtuk meg, de nagyon sok utalás van rá. Nézzük, a meccsek ugye az oké, okay. Menetrend, tabella, riportok az érdekes lehet. Dobos Barna, nagyon jól szolgálta felkészülésünket a mai mérkőzés. Dobos Barna okosan és taktikusan játszottunk, edzői várakozások a Puskás Akadémia, a ZTL meccs előtt, stb. Hát ez igazából Dobos Barna és a vezetőségnek a közlendői, illetve meccsekről készült felvételek és összefoglalók. Kicsit, jó. Kicsit azt hittem, hogy régek, női foci. Itt jó lett volna a riportok között. Néhány történelemre utaló dolg. Hát, ez eddig informatív, csak nem feltétlenül azt találtuk meg, amit még direktben, amit mi keresünk, de nem baj, megyünk tovább. Nagyon jó, hogy a lányokról is készült, most igen. Nem akarunk, bár megnézzük, hogy mennyire csinosak az alai lányok. Hát biztos, hogy nagyon csinosak. Hát nem nézzük meg. Jaj. De megnézzük. Hát most itt nem látjuk, nincs felnőtt csapat esetleg? Azt nem tudom elképzelni, mert azt hiszem, hogy kellene, hogy legyen. Igen, hát úgy tudom. Jó, mindegy, az U19, ha így nem látjuk, csak hogyha ráklikkelsz a főmenüben, hogy női foci, akkor látunk pár képet, amire ráklikkelve ki tudjuk nyitni. Támogatók, gondoljuk, hogy a klubnak a támogatói, galéria, hát, ha itt. Galéria. Képekben, a képekben a mérkőzések, ez egyébként fontos és jó, és itt is azt látom, hogy nézd csak azt meg, nyisd ki azt a galériát, a Kaposvár elleni nagy győzelem című dolog. Látod, ott azért megjelenítik az armadát, ez nagyon fontos. A szurkolóik majdnem mindenképpen szerepelnek. Nézd meg. Látod? Ez jó. Ez egy nagyon pozitív, hogy a klub igen. Foglalkozik. És nézd meg, ezt a képet nyisd ki. Légy szíves. Hát itt azért visszatükröz érzelmeket. Azért ott a bobál gyerek látszik, hogy nem kicsit örül. Hát jó, okay. Ő is leköszönt onnan, azt hiszem. Igen. Már, hogy saját csapatát, na mindegy, hagyjuk ezt. És még nézd meg ezt itt, nézzük meg azt a zászlót. Látod, egy kék-fehérbe foglal piros-fehér-zöld. Egyértelmű, hogy igen. Mire utalnak ez a srácok. Jó, egyébként nekem ezek a dolgok tetszenek. Ez, megmondom őszintén, hogy ha mi nem azt keresnénk, amit, akkor nagyon elégedett lennék ezzel a honlappal, de még nem láttam azt, amit keresünk. Volt egy olyan kritika is, ezt el is akartam mondani, hogy hogyan tudunk fél órát beszélni arról, ami minket nem érdekel. Hát de nagyon érdekel. Nem is értettem azt, hogy engem megmondom őszintén, minden klub érdekel. Hát nekem úgy kell visszatartanom magam, mert direkt azt akarjuk, hogy egy ilyen első flash, hogy először first hogy ne nézzem impression. Meg, igen, hogy ne nézzem meg ezeket a honlapokat, és ne készüljek föl belőle, mert tényleg nagyon kíváncsi vagyok rá. Miért ne lennék? De nem is értem, hogy miért ne lennék. Nem értem. Na, tehát egy sajtóakkreditáció, jegyek kapcsolat, na, várjál, a szokásos nézzük meg, Gémeres, vagy sima ZTS, nagyon... ZTFC kukat zelkanet.hu sajtókukat ZTFC.hu ez már profi. Igen. Na! Vissza az elejére. Így van. Nos, én azt látom, hogy
itt is van egy ilyen alakulóban lévő dolog. Nagyon sok aspektusa megjelenik az identitásnak, a színhelyes képek, a maga a kialakítása, a honlapnak, a szurkolói köszöntő, a szurkolói ritmusoknak a megjelenítése és annak a letölthetősége például, a képeken megjelennek a szurkolók. Ez jó, ez azt mutatja nekem, hogy bármit is olvastunk, meg látunk eddig, ez a klub azt sugározza magáról, hogy ő szurkolóbarát. Most majd az zalaegerszegi szurkolók elmondják, hogy ezt csak a honlap sugározza magáról, vagy ez tényleg így van, ez majd kiderül. Ezen kívül viszont nem annyira láttam azt, amit kerestünk. Na és közben Józsi a shopra klikkelt, és ez egy fontos dolog lesz. Nem raktak föl online shopot, ugyanakkor a ZTE shopban várják a kedves vásárlókat. Ezt mondják. Itt én most ezt annak tudom be, nagy valószínűsége itt is feltöltés várható, változás várható. Hát, tehát ez nekem nem úgy tűnik, mint a nagyon csúnya szóval a kisvárda weboldalán, hogy csak oda szúrják. Igen, mert egyébként az is lehet egy stratégia, hogy azt mondjuk, hogy mi szeretnénk, hogy eljöjjetek a shopba, mert ott esetleg a szurkolói dalokat játszunk, ott van egy olyan ember mindig, aki minden tud a klubról, és akkor egy kis előadást fog nektek tartani, jelenjetek meg személyesen, és az mondjuk a stadionban van, és gyertek el, de akkor is be lehet mutatni azt, hogy amúgy mit tudsz megvásárolni. Igen, meg sajnos ugye változó világban arra is kell számolni, hogy távolba szakadt zalaegerszeg szurkolók mondjuk külföldön élnek, vagy egy olyan távolságban élek, de szeretnék az identitásokat megőrizni, és honnan tudják, hogy nem vennének egy zalai... Várjál, Józsi! Már hogyha mondod az identitást. Eddig mindig mondtunk valamit, hogy ha kisvárda, akkor mi így képzelnénk el. Ha Zala, akkor hogy képzelnénk el? Milyen impresszióid vannak Zaláról? Nekem egyébként nem olyan nagyon sok, de azt azért el tudom mondani, hogy a zalai dombság, az őrség, tehát most ezek persze, tehát a Balaton ezek keverednek. A Balaton de... környék, tehát a Balaton környék és a Balaton felvidéknek a meghosszabbított része is lehet ez. Igen. Mondhatnám azt, hogy az mindig... És őrséggöcsei? Az mindig ez a három része szakadt Magyarország, úgy teszem be a határvidék, ahol az embernek meg kell felelni, ahol az embernek védekeznie kellett, Hát a Zalában vannak ezek az úgynevezett szerek. Ugye ezek a kisebb települések, amik arra voltak kitalálva, hogy az ott lakók, azok nem faluban rendeződtek, hanem csak egy-két háznyi kis településekre, amik összeköttetésben álltak egymással, de valójában az ő szinte legfontosabb feladatuk volt a határvédelem. A jelzés és a határvédelem. Egyébként erre még egy példa, Zalaegerszegnél indul el a déli véderőmű, ami egy elnézést, ami egy kevésbé szeretett korszak, az 50-es éveknek a dolga, és nem azt gondolom, hogy erre vissza kell utalni, de hogy még ez a továbbiakban is fennmaradt ez a véderőmű, ez a nem feltétlenül végvár, inkább ez már egy modernnek, de az egész középkoron is végigvezetett, aztán lehet, hogy vannak sokkal jobbak. De nekem így első. Tehát most, hogyha ugye arról sportról beszélünk, ahol kettő rivális vív meg egymással, vagy egyéni, vagy csapat, mindenféleképpen kell valamilyen stílusnak lennie, ahogy az ember összecsap az ellenfelével, vagy védekező, vagy támadó, taktikus. Igen. Tehát, hogy meg kell valahogy ennek jelenítődnie, és a zalai gondolkodáspontnak is meg kéne itt jelennie. Úgy látom azt, hogy az egymásra utaltság az mindenféleképpen megjelenik itt már ezen a honlapon is, ugye az a szereknél, vagy magában az őrségben, hogy lehet, hogy távol vagyunk egymásról, de mégis figyelünk egymásra, és egymásra vagyunk utalva. Tehát itt is az elnöki köszöntő, most lehet, hogy valaki ezt utopisztikusnak tartja, de valamilyen identitást ki kell, hogy alakítsanak mindegyik klubnál, aki hosszú távban gondolkodik, igen, és nem csak abban, hogy én most ide telepítek egy klubot, aztán átviszem ide, vagy ide, vagy ide, vagy ide. Hát mondok ilyeneket, hogy dödöle Zala gyöngye. Tehát, hogy így, most ezek
ezeket így hülyeségnek gondolhatnánk, de ugyanakkor nagyon sok mindent föl lehet ide fűzni természetesen. Most csak mondok egy, például egy ilyet. Ha a klub szervez mondjuk közönség találkozót, vagy amit mondjuk egy ilyen, most rossz szóval élek, egy majális szerűen szerveznek, mit csinál? Én például biztos, hogy szerveznék dödölefőző, vagy sütő, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, versenyt. Csak most azért, mert ez egy jellemző dolog, és például én magam részéről biztos elmennék egy ilyenre, mert egyébként a krumpli ételek közül egyedül ez az, amit szeretek, és biztos, hogy megkóstolnám, még úgy is, hogy én nem vagyok nyilván egy megrögzött zalaegerszegű, de most ez csak egy ilyen nagyon rossz példa volt, a helyiek, a zalaegerszegiek, a megyeiek, meg a térségbe tartozók biztos sokkal, de sokkal jobb ötletekkel tudnak előállni, mint mi így most, csak így. De van még így is ötletünk, és higgyétek el, hogyha van önazonosság, ezek nem ilyen erőltetett dolgok. Mert pont azért, mert a történelmi múltból, a hely kialakulásából, a földrajzi, néprajzi hagyományokból kell fölépíteni, ami ott van az emberekben, amire emlékeznek, amit tudják, és itt is megtalálható az, meg megtalálhatók azok, amik egyébként az összmagyarság számára is jelentenek valamit, tehát ki lehet lépni a regionalitásból akár. Pontosan, tehát, hogy meg kell találni azokat a pontokat, amire az egész magyarság büszke lehet, vagy ezeknek a kluboknak az is nagyon fontos feladatuk lehetne, hogy annak a tájegységnek, annak a városnak megjelenítsék azokat a jellemzőit, amit esetleg már az iskolákban nem tanulnak a gyerekek, és ha az ember azt tudja mondani, hogy Zalaegerszeg, hogy hát persze a szervidék, vagy az őrség. Mm. Vagy a hajdúságnál a hajdú. Tehát, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy maguk a labdarúgó klubok, mivel nagyon sok embert megmozgatnak, fiatalt, öreget, nagyon, nagyon remélem, hogy hölgyeket is, hogy ez egy ilyen kultúra formál, kultúra megtartó ereje van, mint ahogy meg fogjátok látni a határon túli csapatoknál, megpróbálják ezt megjeleníteni, majd ott is változások várhatóak minden weblapnál, beszéltem velük is, de nagy kultúra formáló ereje kell, hogy legyen, és van is, azoknak a weboldalaknak, azoknak az egyesületeknek, akik ennyi embert megmozgatnak. Igen, és hogy egy példát mondjak, ma jelent meg, most van, amikor felveszük ezt az adást, 14-e, szerintem titkot nem árulunk el ezzel. Ma került ki a honlapunkra egy Barcelonával kapcsolatos írás, az edzőváltással kapcsolatban, és érdekes, hogy ott is nagyon-nagyon látható a jelöltekből, és hogy végül kifutott be, mint új vezetőedző, az, hogy egyetlen egy horgonyt használnak alapvetően, a klub filozófiát, a klub stílust és az identitásukat, és ehhez képest választanak edzőt, játékot, stb. Teljesen leegyszerűsíti a képletet. Tehát sokkal egyszerűbb lenne ezt a magyar labdarúgásra is kivetítve, úgy válasszunk edzőt egy egyesülethez, ne az, aki szabadon fut most éppen az edzőkeringőből. És egyébként sikeres, hanem olyat válasszunk, aki a mi filozófiánknak, identitásunknak a legjobban megfelel. Mert ahogy a Barcelona meg tudja azt tenni, hogy nem is egy sikeres edzőt fog választani, hanem ő illeszkedik legjobban bele a klub hagyományaiba, az identitásába és a filozófiájába. Ez nagyon fontos. Itt most akkor egy picit eltávolodtunk, de osztályozzuk le. Igen, én is ezt akartam mondani. Én azt gondolom, hogy alapvetően hármast adnék, de mert azt nem nagyon találtuk meg, amit keresünk, sőt, hármast is adok, mert alapvetően inkább nem is adnék én hármast, hanem még rosszabbat, de hármast adok azért, mert a köszöntő szurkolói rigmusok, a szurkolók megjelenítése a képen, az viszont ötös, jó, legyen három negyed, mert az ötös, az, hogy nem találtunk gyakorlatilag semmit az identitással kapcsolatban, az megjelent ilyen egy-kettet, most azt így látlagolom, akkor ez egy három negyed, és akkor egy kicsit megmondom őszintén, hogy vajszívű voltam talán. Én azért nem tudok elszakadni egyszerűen attól a dologtól, hogy akik olyan emberek dolgoznak egy klubnál, akik nem felelnek meg ennek a szellemiségnek. Lehet, hogy sikeresek lesznek, én egy hármast adok azért, mert bízom abban, hogy ez a weblap tovább fog fejlődni. Van benne potenciál, erősen. Tehát én biztos vagyok benne, hogyha esetleg megnézik, és egy picit utána gondol a tulajdonos, vagy az elnök, vagy aki ezzel foglalkozik,
hogy nem rossz szándékból mondjuk, amit mondunk, és én nagyon bízom benne fradistaként is, hogy sokáig az NB1-ben maradtok, hiszen a kék amúgy is a remény színe. Hát és az hal meg utoljára, mint tudjuk. Jó, hát akkor szerintem itt zárhatjuk is ezt az adást, azzal, hogy mi is reménykedünk abban, hogy ez az oldal, amiben sok potenciál van, ez tényleg ki is használja ezeket a lehetőséget, ami benne rejlik. És nem fogjuk mondani, hogy ki következik, mert innentől kezdve nem fogjuk bejelenteni a végén, mert lehetnek problémák, úgyhogy köszönjük az NB1-es fülemet, de tovább folytatjuk a weboldalakat, tovább folytatjuk az egyesületek bemutatását, próbálunk egy picit pörgősebbek lenni, lehet, hogy egy kicsit rövidebbek leszünk, de igyekszünk megfelelni a kívánalmaknak, de saját magunknak is meg akarunk felelni, hiszen inkább kultúrát akarunk megtartani, és fölhívni a figyelmet azokra a hibákra, vagy azokra a lehetőségre, amit kihagynak a klubvezetők. Így van, ezek kihagyott lehetőségek, méghozzá úgy, hogy sok pénzbe az nem biztos, kerül. Hogy nem kerül, viszont sokat hoz. Ha már pénzalapon beszélgetünk, ezt így is fel lehet fogni. Sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett a videó, kövess bennünket Facebookon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és ha támogatni szeretnél bennünket, ezt a videó alatt található Patreon linken keresztül megteheted.